valaki ír a kezeddel. Versek vasárnap délután. Az erdő óhajtása. Oravec Imre versei. Egy fényképre. A képen egy fiú, egy lány és egy kutya látható. A fiú 10 év körüli, a lány 7 éves lehet. A kutya neme és kora meghatározhatatlan. Csak annyi állapítható meg róla, hogy Korcs és valamelyik felmenője német juhász lehetett. A fiú kissé bal felé fordulva gugol, és jobb kezét gyengéden a kutya nyakán tartja. A lány áll, és valamelyest jobb felé fordul. A kutya köztük ül a földön, középen, mindkettőjüktől egyenlő távolságra. A fiú sötét színű rövidnadrágot, szövet zakót és fehér inget visel, lábán sötét színű szandál és zokni, a zokni szára legyűrve. Nemrégen fésülködhetett és bevizezhette a haját, mert a választéktól jobbra nedvesen fénylik. A lányon egy részes, világos ruha van, melyet jobb oldalt enyhén hátra húz a jobb kezével. Esése arról árulkodik, hogy ez is vastag anyagból készült. Az ő szandálja is sötét színű, de az oknia fehér és nincsen legyűrve, viszont kissé eláll a lába szárától, mert nagy. A haját hátul varkocsba fonták, és két oldalt fehér szalagcsokor kandikál ki a füle mögül. A fiú és a lány hasonlít egymásra. Testvérek lehetnek. Ugyanaz a magas homlok, erős áll, ugyanazok a mélyen ülő szemek. De a vérségi kapcsolat nem csak külsőségekbe jut kifejezésre. Egész lényüket áthatja és jelzi, hogy összetartoznak, hogy közük van egymáshoz. És a kutyát is ennek alátámasztására ültették középre. A fiú kissé feltartja a fejét. A lány kissé előre nyújtja a nyakát. Mindketten a lencsébe néznek és mosolyognak. A kutya is előre néz, csak másképpen. Olyan, mintha még nem értené egészen, mit akarnak tőle, de nem ideges. Nyugodt, hegyezi a fülét, és látni rajta, hogy ismeri a fényképező szemét. A fiú mosolya szemérmes, tartózkodó, és van benne egy leheletnyi vonakodás is. Mintha szégyellős volna, vagy fenntartása lenne valami részletet illetően. A lány nem zavartatja magát. Teljesen felszabadult, és szemlátomást a pillanatnak él. Sugárzik az arca, és annyira örül, hogy legszívesebben a gépbe röppenne. De alapjában véve mindketten elégedettek. Élvezik, hogy rájuk irányul a figyelem. Hogy foglalkoznak velük. Derűsek, és bizakodva tekintenek a jövőbe. Még azt hiszik, hogy minden mindig úgy lesz, mint a felvétel készítésének idején. Kusnyár köz. Ha hinni lehet a számozásnak, erre lehetett a falumag. Ebben az oldalvölgy torokban, Ondrok Güdri alatt, mert itt áll déd nagyapám háza, mely a régi anyakönyvekben 0. számú házként szerepel. A múlt az idő homályába vész. Így kideríthetetlen, hogy apai ősei miért éppen ezt a helyet szemelték ki családi fészeknek, de az biztos, hogy nagyon régen lehetett, különben nem érdemelte volna ki a ragadvány nevünket. Gyerekkoromban jártam itt. 3 vagy 4 összenyíló portát foglalt magába, elől volt egy közös kapu, a házak az udvarokra néztek, és kert terült el mindegyik faránál. Szénától duzzadtak a csűrök, kukoricától piroslottak a górék, hízó bikák bőgtek az istállókban, mindenkinek volt lova, és látszott mindenen, hogy van mit aprítani a tejbe. Déd nagyapám már rég nem élt. Nagyapám meg elköltözött, mikor megházasodott és családot alapított, de rokon volt mindenki. Ángy, báty, sógor, nene, unokatestvér.
mégis idegennek éreztem magam. És vonakodva fogadtam el, mikor vajas kenyérrel vagy körtével kínáltak. Alamizsnának tartottam. És arra gyanakodtam, hogy titokban lenéznek bennünket. Mert szegények vagyunk. Tavasz. Elül a bérceken, a nyergeken a szél. A napsugarak telibe találják a hó helyét a hegyoldalban. Összegyűlik a rögeken a meleg, és lecsúszik a völgybe a házak közé, hol már várják. Kiszorul a földből a tél. A kövek alá bújik, a pincébe, az első házba, az árnyékba. És ott marad. A gazdák felocsúdnak. Abba hagyják a lószerszámok javítását, leteszik az árat, a fonalat, a tűt, előjönnek az istállóból, surcot kötnek, magvaknak szentelik figyelmüket, és fejben számolnak. Az asszonyok leakasztják a konyhán a falról a dughagymás zacskót, gazt égetnek, és felássák a kiskertet. Mire áthevülnek a lépcsők, ámbitusok, kispadok, az öregek is észbe kapnak, elveszik köszvényes kezüket a masina mellől, és kibotorkálnak a szabadba. A kovács műhelyben megnő a forgalom. Egyre többen patkoltatnak lovat, élesztetnek ekevasat. Az erdőn véget ér a vágás, nincs több döntés, gajazás, darabolás, idén már senkit se üt agyon a fa. Csak napszámos munka marad, tisztítás és csemeteápolás a szegényebbeknek. A kocsmában megritkulnak a vendégek. Nem fogy a pálinka. Búcsúig szünetel a verekedés, bicskázás. Eltemetik az utolsó hűtlen menyecskét, őszig nem lesz házasságtörés. A parókián a pap beírja a halotti anyakönyvbe, halál oka balta, és megkönnyebbülten felsóhajt. A gyerekek mától mezitláb járnak, és kiszámolják az ujjukon, mikor lesz húsvét, mert öntözködéskor pénz üti a markukat. A tőszomszédok összebeszélnek, a következő vasárnap délután etetés után kimennek a pástra, felállítják a rostát, tüzet raknak alatta, kukoricát szórnak rá, és felváltva rázzák. Könnyen kipattan, már jó száraz. Füst és kellemes kukorica illat terjeng a levegőben. Kodak. Apám hozta Kanadából. Egyszerű, hasáb alakú, nagy fekete doboz volt. Az első olcsó tömegtípusok egyike, igénytelen, megbízható, könnyen kezelhető. Ha nem lett volna rajta elölnyílás és oldalt kioldó, nem hittem volna el, hogy fényképezőgép, annyira nem úgy festett. Mindig a tükrös szekrényen hevert az első házban. Kíváncsian forgattam, kattogtattam, szerettem volna szétszedni, megnézni, mi van benne. Csak nyári vasárnapokon változtatott helyet. Olyankor kint volt velünk, használatban, apám kezében, mi meg előtte, toporogva, hunyorogva, ruhánkat, hajunkat igazgatva, együtt vagy külön-külön. Mert csak akkor fényképezkedtünk, abban az évszakban, és csak az Úr napján, jóval mise, ebéd után, mikor már enyhült a hőség, és mindig ugyanott. Az úton, a ház előtt, a gesztenyefa alatt,
szemben a kiskapuval, a léckerítéssel. Aztán egyszer csak eltűnt. Nem tudom, hova lett. Nyoma veszett, mint a háznak, a gesztenyefának, a kiskapunak, a léckerítésnek. És vége szakadt a fényképezkedésnek. Csak a képek maradtak. És a képeken mi? Anyám, húgom és én, és apám árnyéka. Félent a földön, félent ránk vetülve. Mert mindig háttal állt a napnak, mikor levet bennünket, hogy ne essen a sugár a lencsébe. Halászó ember. Én még láttam, de már nem halászott. Ahhoz már túl öreg volt, és nem is lett volna hol. Egymás közt apónak neveztük. Fehér vászonnadrágot, fehér vászoninget hordott, és ült a háza előtt a padon. Minden fehér volt rajta, a bocskorát kivéve. Fehér a ruhája, fehér a haja, fehér a bajsza, mint egy népszínműben, tiszta és ápolt, csak a frissen festett léckerítés hiányzott előle. Özvegyember volt, felesége már a temetőben. Néha bement a házba, matatott valamivel, aztán kijött megint. Végig ballagott az alacsony eresz alatt, a terméskő járdán a ház végéig, és vissza. Tenyerével gondosan visszaveregette a kicsúszott rosszalma szálakat. Övé volt az utolsó zsúbtető a faluban. De általában nem csinált semmit. Csak ült, és hallgatott, pipázott, nézett maga elé, mintha víz volna a föld, és halakat látna benne. Mindig elnémultunk, mikor odaértünk. Még köszönni is elfeledtünk, mintha nem akartuk volna zavarni. Mintha éreztük volna, hogy emlékezetében halászik, fogni szeretne még valamit, mielőtt elmegy a tó után, melyet még életében lecsapoltak. Pedig azt se tudtuk, hogy ő a halászó ember. Nekem is apám mondta évekkel később, mikor már meghalt. És a házát is lebontották. Séta. Ez volt a portánk, fiam. Ez a kert, itt szemben. Itt állt a ház, hol születtem és gyerek voltam, mint most te. Nem mindjárt az út mellett, kicsit beljebb. A kis kert mögött, hol az a kőrakás van. Ennyi maradt belőle. Azt hittük, összeszedtünk, elvittünk mindent, de nem. Ezek a kődarabok elrejtőztek előlünk, és egyenként előbújtak a földből, mikor az új tulajdonos felszántatta és művelés alá fogta a telket. Úgy kellett őket később összegyűjteni és lehordani a szélére egy kupacba, hogy ne legyenek útban. Erre jobbra volt az udvar. Onnantól odáig. És arra lejtett, csak sokkal magasabban feküdt a szomszédokhoz képest. Azon az oldalon hatalmas kőfa lövezte, hogy meg ne szaladjon. Tavasszal, mikor felázott, szerettem a tetején mászkálni.
Az idegen istálló ereszsel egy vonalban. Azt is lebontottuk. Kellett az anyag az alapba, amikor új telepen építkeztünk. Hol most a nagyszüleid laknak? Az istálló, a félszer, a disznóhol, meg a többi távolabb volt. Arra hátul. De a kazlaknak nem volt külön szérű. Se külön baromfi udvar. Szabadon jártak, keltek a szárnyasok. Volt szén, a szalma, kukoricaszár, törek, volt ott minden. Rendbe rakva, elszórva. Hely, mennyi mindent lehetett ott játszani. Micsoda pompás, búvó helyeim voltak. De nem akarom a szívedet fájdítani. Ott középtájt volt a nyári konyha. A kőfal innenső végénél, a lépcsővel szemben. Nem igazi, csak amolyan nyitott, félhajas. Nagyanyád ott főzött. De akkor még nem volt nagyanya. Fiatal volt, mint most anyád. És kenyeret sütött a kemencében hajnalont, amikor még aludtam. Kicsi építmény volt, enni se lehetett alatta, szellős, az eső is alávert, ha nem voltunk otthon, felszálltak a tűzhelylapra a tyúkok, de különben jó volt. Nem kellett bent piszkolni. Volt füstölőnk is. Mellette. De az később lett. Előttem van, mikor épült, meg kellett támasztani az oldalát, míg meg nem kötött a vályok közt a sár, hogy össze ne dőljön. Mert fiatal volt a kőműves. Nem volt még gyakorlata, nemrég szabadult fel. Itt, elől a sarokban, hol azt a horpadást látod, volt a kút. Csak az állatoknak húztunk belőle, a vájúba, meg az itató edényekbe. Magunknak máshonnan hoztunk, majd azt is megmutatom, mert rossz ízű volt a vize. Meszes. Ez akkor 6 törzs csonka kerítésben, melyre dróthálót szögeltek, vadgesztenyefa volt. Nagyapám, dédnagyapád ültette, mielőtt kiment Kanadába. Sokszor ültem fent rajta, de mindig féltem kissé, hogy a kútba esem, mely pont alatta volt, és sokáig fedél nélkül. A másik gesztenyefán nem. Az a kiskertben volt, és könnyebb is rá felmászni. Volt a derekán egy dudor. Először mindig arra tettem a lábam, és úgy. Itt volt a nagykapu. És körülbelül ide esett a kiskapu. Mindig leszállt. Nyitáskor, csukáskor meg kellett emelni. Egyszer, mikor még kisebb voltam, nem bírtam kinyitni, és a kiskerten át akartam bemenni. Felkapaszkodtam a léckerítésre, de hibás volt a téglaoszlop, elengedett a habarcs, és rám dőlt, és betört a fejem. Sokáig varas volt, miután behegett a seb. Ma is viszket a hajam közt, ha rá gondolok. Egyébként ritkán járok erre. De mindig megállok, mikor mégis. Van úgy is, hogy egyenesen ezért jövök. Átcsorgok, nézelődöm. Aztán elmegyek haza hozzád. Otthonunkba, a városba dolgozni, pénzt keresni, hogy ennivalót vehessek magunknak, és ruhát meg játékot neked. Lehet, hogy te is megállsz majd itt, mikor nagy leszel, és én már nem leszek. És talán már a falu se lesz. Erre sétálsz majd egyedül, a barátoddal vagy a szerelmeddel, bemutatod neki a vidéket, és talán eszedbe jut, hogy beszéltem itt valaha valamiről. De az egészből már csak arra emlékszel, hogy valahol itt volt a házunk. De ez nem változtat a lényegen. Tudsz rólam valamit. És ez fontos lehet egyszer neked. Az erdő óhajtása. Azt az erdőt vágyom, a hajdanit, az ősvadont, mely egykor a határhelyén tenyészett, és a falut is övezte, körülölelte. Nem ölelte, hiszen bent volt a faluban, a falu meg benne. A fák közt álltak a házak, azok rejtették, védelmezték. Azt a réges régit szeretném látni, abba belépni. Az óriás tölgy, a bükk, a szil, a juhar, meg a többi valaha volt növényi épület alatt járni. Megérinteni a legszebb példányok törzsét,
Völgyről hegyre, hegyről völgyre kóborolni, lapájon átvágni, oldalt megmászni, tetőre hágni, széthajtani a bokrokat, cserjéket és cikcakban haladni, hol sűrű, egyenes vonalban mozogni, hol ritkás, szántani a lábammal az avart, ropogtatni a száraz gallyakat, közben megmegállni, körülnézni és hallgatózni, hallgatni a csendet, a lombok sóhajtását, a makkoppanását, amint lehull. Aztán újra elindulni, ledobni minden terhet és megkönnyebbülni. Szabadnak érezni magamat. Nem gondolni többé semmi rosszra, gondra, elmúlásra, fenyegetésre. Mindent észrevenni, ismerősként üdvözölni. Harangvirágnak, szarvasbogárnak, szemeslepkének örülni, a hunyópókot hálószövés közben meglesni, egy léprigó édes énekében gyönyörködni, egyenes mogyoróvesszőt vágni és vándorbotnak használni, vízfolyást, patakmedret követni, forrásra lelni és jót inni belőle, gombát felvenni, epret, szamócát szedni, vadméheket felfedezni és megkóstolni a mézüket, vadcsapásra térni és szarvassal, őzzel, hiúzzal találkozni, medvét, farkast, vadmacskát távolról megfigyelni, hatalmas karmok nyomát tanulmányozni egy ferderönkön, a koronák résén át egy darabka kék eget megpillantani és napsütötte tisztást találni, ráérősen leheveredni a fűre és beszívni a föld meleg szagát. Kilátópontot keresni és körülhordozni tekintetem a zöld hullámokon, véletlenül falubeli atyafiakkal összefutni, nem tartani a jámborfavágóktól, csapdaállítóktól, szénégetőktől és bogyógyűjtőktől, leülni melléjük, megkínálni őket szűzdohánnyal, elbeszélgetni velük, bármilyen nyelvet beszélnek is, megkérdeni, mi a mai Doina vagy Istenhegy neve, és ők hogy hívják, mi azon túl van? De nem árulni el nekik, hogy ez az erdő egyszer körös körül, mindenestől eltűnik. Elbúcsúzni tőlük és menni, menni, nem törődni többé irányjal, ruhával, külvilággal, csak törni előre, egyre beljebb hatolni a rengetegbe. Eltévedni, beleveszni, beleolvadni, hozzá hasonulni. Benne, belőle, vele és általa élni. És soha többé elő nem jönni. Oravec Imre verseit Kaszás Gergő előadásában hallották. Zenei szerkesztő Barlai Zsuzsa, a műsort Varga Zoltán szerkesztette. Thank you.